ez a teljesen friss koncert DVD-nk. Remélem jól sikerült beállítani, hogy csillog-villog, ugyanis ilyen ezüstös színű papírra készült, nagyon szépen néz ki ez a kiadvány. Azt kell róla tudni, hogy tavaly karácsonykor volt egy lemezbemutató koncertünk a Millenárison, és ez a DVD ez onnan lett kimásolva, tehát ott készült. Ez egy kedves film a mi életünkben, ugyanis ez volt az első önálló budapesti koncertünk. Három dal van rajta, majdnem mind a két nagy lemezünknek az anyaga, két dal kivételével. Vannak nagyon jó kis közreműködők rajta, mint Nikola Parov, Szabó Enikő, Lajhó Dorka, ki ne felejtsek vala, stb. A Színvevőgyi Néptánc csoport is látható rajta, akik mindig velünk együtt járnak a fellépésekre. Jellemző ránk a lassú tempó. Nagyon sokat tudunk szöszölni dolgokon, és igazából ennyi ideig tartott, hogy elkészüljön, mert szerettük volna minél jobban megcsinálni ezt a DVD-t, mind hangilag, mind képileg. Első körben azt terveztük, hogy már tavasszal megjelenünk fele, de sajnos az élet úgy hozta, hogy nem tudtunk csak most a karácsony előtt pár héttel megjelenni. Nézzük a pozitív oldalát, eddig mind a két nagy lemezünk, az első a Madárka is, meg a Vándorfecske is, lekésd a karácsonyi piacot, tehát mindig karácsony után jelent meg. Ez az első olyan kiadványunk, a koncertlemez, mert ugye ez készült egy koncertlemez is, meg a DVD, ami végre megjelent karácsony előtt. Szeretnénk ebből a karácsonyi koncertből hagyományt teremteni, és idén szintén lesz karácsonyi koncert a Millenáris Teátrumban december 27-én, úgyhogy várunk mindenkit nagy szeretettel. Ez tematikában kicsit más lesz, mint a tavalyi, kicsit a színház felé hajlik, mert lesz egy színész közreműködőnk, aki különböző népmesékkel és népi anekdótákkal vezeti fel a dalainkat, Hámori Gabriella személyében, úgyhogy várunk mindenkit nagy szeretettel.